Jézus Krisztus születése, az Isten fiának születése minden ember számára az élet egyik legnagyobb ajándéka, még a nem hű ember számára is, hiszen hitünk alapján valljuk, hogy Jézus Krisztus születése új történelmet kezdett, a megváltott ember történelmét. A nem hívő ember ennek nincs tudatában, de ugyanakkor a Jézus Krisztus által végbevitt mű, a megváltás ő rájuk is kihat, és az ő életüket is szebbé, jobbá teszi. Karácsonykor valamiképpen az érzelmesség is részévé válik az ünnepünknek, ami önmagában nem baj, hiszen nyájan emberek vagyunk, és egy gyermeknek a látványa szükségszerűen minden ember szívébe örömöt hoz. A mosoly kiül az ember arcára, amikor gyermeket lát. De mégis nagyon fontos, hogy az érzelmeken túl tudjunk tudatosan is gondolni arra, mit jelent ennek a gyermeknek Jézus Krisztusnak a születése, vagyis hogy az ő életét már a felnőtt korral és a megváltás eseményével együtt lássuk. Ez hozza meg igazán az ember számára azt az örömöt, amit csak az Isten Fia tud adni az embernek. Hiszen az ő tanítása, az evangélium hozzásegít bennünket ahhoz, hogy igazán megismerjük az embert, és legkifőképpen megismerjük az Istent, aki János Apostol szerint a szeretet, vagyis úgy tudjuk az embert látni, ahogyan az Isten lát bennünket, és ehhez viszont kell az Isten ismerete és az ember szeretete. Jézus ezt mutatja, ezt tanítja meg számunkra. Fontos minnyájunknak tudatosítani azt, hogy minnyáján Jézus Krisztusnak köszönhetjük megváltottságunkat, ebben a földi életben is megtapasztalva azt az üdvösséget, az Isten színelátást, ami majd az örök életben válik teljessé. Karácsonykor megünnepeljük azt, hogy az Isten fia, aki a világba jött, elkezdte azt az Isten országát építeni, amelyre, amelybe minnyáján vágyakozunk. Már itt a Földön meg kell valamiképpen építenünk, formálnunk ezt az Isten országát, Minnyájunknak egyenként is, és közösségileg is. Félő, hogy sokan nem hisznek abban, hogy Isten országa itt ebben a világban is építhető, pedig elég lenne, ha Jézus Krisztus evangéliumát olvasnák, és ahhoz igazítanák az életüket, könnyen fölismerhetnék, hogy igenis lehetséges ebben a világban is, az emberek között építeni Isten országát, mert Jézus Krisztus már elkezdte. Azáltal, hogy az ember tudja, Jézusban egy új történelmi időszak kezdődött az emberiség számára, minnyájunk számára egyfajta erőt, reménységet adhat. Úgy, ahogy a költő nagygáspár mondja, hogy a reménység sohasem elhaló, ha minden utolsó szalma száll, abból a jászolból való. Ha az Isten fiára, az ő születésére, az ő életére és megváltó művére gondolunk, akkor reményt fog bennünk tartani folyamatosan, azzal kapcsolatban, hogy ebben a világban Isten országa már elkezdődött, és ennek mi is részesei lehetünk. Azt kívánom a tévénézőknek, azt kívánom azoknak, akik hallják üzenetemet, hogy ennek az örömnek, karácsony örömének minnyáján így váljunk részesévé, hogy egymásban is fölfedezzük azt a királyfit, akiről Mécs László ír, azt a királyfit, akit minden édesanyja felfedez a saját gyermekében, fedezzük föl a megváltó királyt. Jézus Krisztusban, a gyermeki Jézusban, akinek születését most ünnepeljük. Hiszem, hogyha minnyájon fölfedezzük őt, fölismerjük benne a messiás királyt, akkor életünk széppé, szebbé, boldogabbá válhat. Így kívánok minnyájuknak áldott karácsonyi ünnepet, és Istentől áldott boldog új esztendőt.